János evangéliuma első részében, hogy kezdetben volt az ige testélet is közöttünk lakozott. V Jánovom evanjeliu v prvej kapitole sa píše, že na začiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. És a folytatásban azt írja, hogy mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Hol van ez? János 1. És mondjad egy. Bocsáss meg, ezt nem kerestem ki neked. János 1. Igetestélet. Megmondom neked. Pillanat türelmet, csak Évi megkeresi ezt a részt. Jó. Mondasz akkor, hogy tehát itt azt fejezik. Tehát itt az a lényeg, hogy ugye itt arról szól ez a rész, hogy Jézust úgy nevezi meg, mint aki telve van kegyelemmel és igazsággal. Potom ďalej slovo píše o tom, že Ježíš je plný milosti a spravodlivosti. Tehát amikor mi igei alapra helyezzük a mi látásmódunkat, vagy a mi gondolkodásunkat. Takže keď my sa opierame o Božie slovo a naše myšlienky vedie tiež to písmo. Akkor ez az igei alap, ez nekünk, ahogy az ige is felszólít, hogy ugye Jézus volt maga az ige, aki kezdetben az Istennél volt, az ő cselekedetei és az ő szavai kell, hogy az alapot képezzék. Tak potom týmto podkladom vlastne je sú slová pána Ježiša a všetky jeho skutky. Na most előfordulhat-e az, hogy egy esetleg másképp látjuk ezt a dolgot? Môže sa stať aj to, že to vidíme inak? Vagy hogy miért fordulhat ez elő? Alebo prečo sa to môže stať? Ezzel kapcsolatban hadd mondjak el egy bizonyságot. A chcel by som vám porozprávať teraz jedno svedectvo. Nem is olyan rég volt egy konferencián, ahol egy prédikátor testvér beszélt az igéről. Na jednej konferencii jeden kazateľ hovoril o slove. És hát volt, akinek ez nem tetszett, oda ment, és ezt megmondta ennek a prédikátornak. A jeden z bratov tam išiel po kázaní a vyjadril svoj nesúhlas. Vyjadril to, že sa mu to nepáčilo. Megkérdeztünk erről egy másik testvért, hogy ő hogy látta ezt az ellentétet. Opýtali sme sa druhého brata, že aký má on názor. És hát ő azt mondta, hogy nem baj, hogyha megmondjuk a véleményünket, hiszen Pál is megmondta a főpapnak, hogy megvert téged az Isten, te meszelt fal. A potom ten brat povedal, že nevadí, keď vyjadrujeme svoj názor, lebo aj Pavol hovoril farizeom, že ty obielená stena. És ez azért fontos, mert ez igei. Ez valóban benne van az igében, hogy Pál ezt mondta a főpapnak. A toto skutočne je podľa písma, lebo je tam napísané, že Pavol toto povedal. De teljesen ellentmond az igei alapnak, ahol Jézus azt mondja, hogy mi azzal foglalkozzunk, hogy a saját szemünkből távolítsuk el a gerendát, ne pedig azzal, hogy a másokéból próbáljuk a szálkát kivenni. Ale to protirečí s tým, keď Pán Ježiš nám hovorí, nám káže, aby sme najprv odstránili z našich očí brvno a potom aby sme odstraňovali pilie i vierka z iných očí. Hogy mondok egy másik példát, például az Ószövetségben ugye ott találjuk, amikor Sisedának a fejébe, vagyis a tartkójába beleverték a szöget, mint egy pogány személynek. Alebo potom v starej zmluve máme príbeh, keď Šišerovi prebili hlavu klinom. Na most akkor mi, mint jó hívők, esetleg pogány testvéreknek a fejébe csapdoshatjuk a szögeket?
Tak či to znamená to, že my môžeme niečo podobného spraviť s pohanmi? És ez is igei. A toto je tiež... De teljesen ellentmond annak az igei alapnak, amikor Jézus azt mondja, hogy szeressétek az ellenségeteket. Ale protirečí to tomu, keď Pán Ježiš hovorí o tom, že milujte aj svojich nepriateľov. Én most nem tudom, hogy lehetett ebből érezni, hogy mi a különbség, amikor mi az igével próbálunk összhangban működni, és mi az, amikor az igei alappal. Neviem, či je to teraz, či to cháp, či ste to pochopili, že aké to je, keď sa rozhodujeme, alebo keď sa správame podľa toho, čo je napísané, alebo podľa toho, čo je základom. Ezért fontos, hogy nem szabad boncolgatni az igét, hanem mi nekünk mindig Jézus Krisztus cselekedeteire és beszédjeire kell tekintenünk, és ezt kell vennünk alapnak. Takže je to dôležité, aby sme nerozoberali písmo, ale aby sme hľadeli vždy na Pána Ježiša a na jeho skutky. No most mi történhet akkor, hogyha mi torzítjuk esetleg az igét, és egy ilyen torz látásmódot hozunk létre magunkban. Čo sa stane, keď skresľujeme to slovo a taký skreslený obraz sa v nás vytvorí? Hadd mondjak el ezzel kapcsolatban is egy bizonyságot. Povedal by som zase jedno svedectvo. Munkahelyemre bejöttek egy gyülekezetnek a tagjai. Do mojej práce prišli zo zboru, z jedného zboru veriaci. Ételt osztottak az ott lévő embereknek. A rozdávali tam, rozdávali potom jedlo bezdomovcom. Majd pedig elkezdtek szabadító szolgálatot folytatni. A potom vykonávali službu oslobodenia. Aminek az lett a vége, hogy egyszer csak odaszaladtak hozzám, és közölték, hogy hívjam a mentőt. A na konci sa stalo, že ku mne pribehli a poprosili ma, aby som zavolal sanitku. Hát gondolom, ti is egyetértetek azzal, hogy aki megszabadult, annak nem kell mentőt hívni. Tak asi s tým aj vy súhlasíte, že ten, ktorý sa oslobodil, tak k tomu netreba privolať sanitku. És akkor én elgondolkodtam azon, hogy itt mi az, ami nem sikerült, vagy mi az, ami félre siklott. A zamyslel som sa nad tým, že čo sa tu nepodarilo, aký problém mohol nastať. És hát arra jutottam, hogy valószínűleg ez azért nem sikerült, mert azok az emberek, akik ezt próbálták közvetíteni Jézus Krisztust. A podľa mňa preto sa to nepodarilo, lebo tí, ktorí chceli priblížiť Pána Ježiša tým ľuďom, mégsem tudták az ő igazságát és az ő szellemiségét átadni. Predsa nedokázali odovzdať jeho spravodlivosť a jeho duchovno. Ott van az a rész, amikor Illés a Kármel hegyén a bálpapokat megkéri, hogy imádkozzanak az ő istenükhöz. Keď Eliáš na vrchu Karmel vyzval tých, ktorí ctili Bála, aby sa ku nemu modlili. És ezek a papok elhitték, hogy az ő istenük valóban létező, és meg fogja őket hallgatni. Tak tí ľudia naozaj verili v to, že ich Boh existuje a zachráni ich. De az lett a következménye, hogy nem válaszolt. Ale koniec bol taký, že Bál neodpovedal im. És ez valószínűleg ez lehet, hogyha mi is torzítjuk az Isten képet, azt az igazságot, amit mi próbálunk kinyerni az igéből, és nem igei alapon valami gondolkodásunk, akkor... Takže keď aj my vlastne skreslíme ten obraz o Bohu a naša viera nestojí pevne na základoch, akkor sajnos belekerülhetünk abba a helyzetbe, hogy mi nem az Úr követői leszünk, hanem egy saját magunk által kitalált bálvány Istennek a követői. Tak sa môže stať, že my nebudeme uctievať toho pravého Pána Boha, ale vlastne nejakú takú modlu, ktorú si vytvoríme my sami. És hát azt tudjuk, hogy a bálványoknak van fülük, de vagyis nincs fülük, csak
milyen fülük van, pontosan ilyen kőfülük van, de azzal nem hallanak. Van fülük, de nem hallanak, pontosan így mondja az ige. A vieme, že tie modly majú síce uši, ale nepočujú. És ez azért is fontos, és ezt azért jegyzem meg, hogy nekünk fontos, hogy a mi Istenünknek viszont füle van és hall, de fontos, hogy ezt az Istent valóban igazságban próbáljuk megérteni és követni. A náš Pán Boh má uši, ale je to veľmi dôležité, aby sme ho nasledovali v pravde. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék még mondani. Chcel by som povedať ešte jednu dôležitú vec. És ebben nagyon nagy szerepe van azoknak az embereknek, akik gyülekezetben prédikálnak. A súvisiac s tými ľuďmi, ktorí kážu vo zboroch. Mert bizony meg kell hagyni azt a szabadságot az egyes hívőknek. Lebo jednotlivým veriacím treba zanechať, treba nechať tú slobodu. Hogy amit ők mondanak, azt az egyes tagok azt valóban átgondolják, megpróbálják értelmezni. Mármint a gyülekezeti tagok. Igen, persze. Že to, čo tí slúžiaci hovoria, aby si jednotlivci všetci, aby si to premysleli, ugyanis to, čo počujú. Ugyanis az Úr az mindenkinek személyes kapcsolatot kínál. Lebo Pán Boh každému ponúka osobný vzťah. Na most hadd olvassak fel egy részt az igéből, mégpedig a Tesszalonika levélből, az 1-esből, mégpedig az 5. fejezet 20 és 22-es verséből. Teraz my sme prečítali z prvého listu tesalonickým z 5. kapitoly. Azt mondja az ige, hogy a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. 20. a 22. verš. Proroctvami nepohrdajte, všetko skúšajte, dobré podržte, každého druhu zlého sa chráňte. És ezt azért mondom, mert az ige minden egyes tagot felszólít arra, hogy amit hallanak, azon gondolkodjanak el, ne fogadják csak úgy magukba, mert éppen hallottak valamit. A to znamená, že všetko, čo počujeme, musíme posudzovať, nesmieme to hneď prijať, len preto, lebo to počujeme, ale musíme to posudzovať. Szükség nekünk mindent megvizsgálnunk, amit hallunk, mert különben egyrészt ellenne cselekszünk az igének. A musíme všetko teda posudzovať, čo počujeme, lebo keď tak nerobíme, tak nekonáme podľa písma. Másrészt nem egy személyes látásmódunk alakul ki, hanem úgymond emberektől összeszedett és hallott dolgok. A potom sa nevytvorí v nás taký pravý obraz, ale taký obraz, ktorý je takým mixom všetkého, čo počujeme od iných. Ezért én azt mondom, hogy a mi feladatunk minden egyes hívőé, hogy minél pontosabban és minél többet foglalkozzunk az igével, hogy minél jobban megértsük. Takže našou úlohou je sa zaoberať s písmom čo najviac, aby sme všetkému čo najlepšie porozumeli. Nagyon fontos, hogy erre találjunk időt. Je potrebné si na to nájsť čas. És én ezt több hívő embernél is láttam, hogy bizony nagyon sok mindennel foglalkoznak a hit nevében. A veru som videl mnohých bratov a sestry, ktorí sa zaoberali s mnohými vecami v mene viery. Folyamatosan mások segítségére rohangál. Stále pomáhajú niekomu. És valóban van felszólítás az igében. A na to vážne je prikázanie v Božom písme. De többször azt látom, hogy ezzel viszont kiszorítja az életéből azt az időt, amit az ige tanulmányozására szentelhetne. Ale ja to tak vnímam, že mnohí potom nemajú čas na to, aby skúmali slovo. És most hadd mondjak egy saját gondolatot. Dovolte mi, aby som povedal teraz jednu vlastnú myšlienku.
Én úgy gondolom, hogy ez a gonosznak az egyik legnagyobb fegyvere, hogy az embert teletömi úgymond feladatokkal. Tak si myslím, že toto je zbraňou toho zlého diabla, ktorý pracuje na tom, aby nás stále zamestnával s vecami, aby sme potom nemali čas. Csináld ezt az Úr nevében, csináld azt az Úr nevében. Rob toto v mene pána, alebo rob iné veci. Csak a végén már saját hitüknek az építésére nem marad idejük. A nakoniec už nemajú čas na budovanie vlastnej viery. És a gonosznak az teljesen megfelel, amikor az ember beéri félismerettel az Istenről. A potom ten zlý sa raduje a je spokojný s tým, že ľudia nemajú taký pravdivý obraz o Bohu. Úgyhogy én azt szeretném mondani, hogy valóban kell találnunk időt az igére, és hogy személyes kapcsolatunk legyen az igével. Vážne si musíme nájsť čas na slovo a na to, aby sme si to študovali, aby sme mali osobný vzťah aj so slovom, s pánom. Na most hogyan kellene az igét olvasnunk? Ako by sme mali čítať slovo? Nekem egyszer egy testvér azt mondta, hogy az igét azt nem úgy kell olvasnunk, hogy elkezdjük és lapozgatjuk. Raz mi jeden brat povedal, že slovo nemôžeme tak čítať, že začneme a iba si tak listujeme. Hanem minél részletesebben, alaposabban, elgondolkodva a verseken, amit olvasunk. Ale máme sa poriadne zamyslieť nad jednotlivými veršami, ktoré čítame. És miért lenne fontos ez? Prečo je to dôležité? Az a baj, hogy ha mi túl sok információt akarunk magunkba szívni egyszerre. Preto, lebo keď chceme, keby sme chceli príliš veľa informácií nasávať naraz, akkor azt nem tudjuk átgondolni. Tak nad tým sa nevieme tak poriadne zamyslieť. Nincs is lehetőségünk, hogy ezen a sok információn átrágjuk magunkat. Nemáme možnosť, aby sme tieto informácie spracovali. Hadd mondjak egy hallott dolgot ezzel kapcsolatban. Povedal by som jeden príklad, čo som počul. Minden embernek van egy úgynevezett információ feldolgozási szintje. Každý človek má takú úroveň spracovania informácií. Ami azt jelenti, hogy bizonyos élmények, amik kérnek engem, azoknak idő kell, amíg azok lezajlanak bennem, és azokat belül feldolgozom. To znamená, že keď niečo prežijeme, tak potrebujeme nejaký čas na to, aby sme to v sebe spracovali. No a mai világ ezt teljesen le akarja rombolni. A tento dnešný svet toto úplne chce zruinovať. Minél többet foglalkozni, minél több dolgot odatolni az embernek. Dnešný svet nám ponúka strašne veľa možností, aby sme sa s vecami zaoberali. Amivel úgy jól teletömheti az idegrendszerét. Napchá našu hlavu, aj našu nervovú sústavu. Csak arra ne találjon időt, hogy ezt jó alaposan és részletesen átgondolja. Len aby na to nemal človek čas, aby si všetko poriadne premyslel. Hadd mondjam el, hogy szerintem ez ugyanúgy a gonosztól van. Podľa mňa aj toto je od toho zlého. És ez azért veszélyes, mert az az ember, aki túl sok élményt és túl sok információt kap, és nem tudja ezeket feldolgozni, az közömbösséghez fog vezetni annak az embernek az életében. A toto je potom preto nebezpečné, lebo keď človek príliš veľa informácií dostane, alebo príliš veľa zážitkov prežíva, tak nevie ich poriadne spracovať a nakoniec sa stáva povrchným. És hogyha mi az igét is minél csak úgymond felszínesebben próbáljuk olvasni, és minél több részen túlhaladni, akkor ez igazából, csúnya ezt kimondani, de közömbössé válhatunk egy idővel után az igével szemben is. A keď aj takýto prístup budeme mať aj k písmu a iba si tak rýchlo to budeme študovať a nenecháme si na to poriadne čas, tak časom sa môže stať, že sa staneme povrchným. Úgyhogy én most túl sok mindent nem mondtam arról, hogy mit jelent igazságban követni az atyát, inkább az, hogy mit jelent
úgy nagy vonalakban ezt szem előtt tartani. Tehát, Takže do detailov som to nevysvetlil, že čo to znamená v pravde nasledovať pána, ale tak zhruba som to povedal. Úgyhogy majd, hogyha ehhez lesz gondolatotok, azért kíváncsi vagyok rá. Takže keď máte myšlienky k tomuto, nejaký názor, tak privítam, aby ste povedali. Viszont itt van egy másik kijelentés is, hogy nem csak igazságban kell keresni az atyát, hanem lélekben is. A čo to znamená pána nasledovať v duchu? Na most mit jelent az, hogy lélekben keresni az atyát? Čo to znamená hľadať pána v duchu? Azt mondja Pál a korintosiakhoz írt második levélben, a harmadik fejezet hatodik részén, hogy a lélek az megelevenít. Pavol hovorí v liste Korintianom, že duch oživuje. No most ez mit jelent? Čo to znamená? Ez azt jelenti, hogy a lélek azt az igazságot, amit magunkévá tettünk, az bennünk cselekedetekké akarja ezt átformálni. To znamená, že tú pravdu, ktorú sme prijali do seba, tak tá sa ako informáciu, tak tá sa potom prejavuje v našich skutkoch. Hogy az hallott ige az élővé váljon a mi életünkben. Že počuté slovo sa... Abban az esetben, hogyha az ige nem indít meg bennünk egy átváltozást, akkor mi csak hallgatói leszünk az igének. Lebo v takom prípade, keď počuté slovo v nás nevytvorí žiadnu zmenu, tak zostávame iba poslucháčmi. Krisztus követévé csak úgy lehetünk, hogyha megismerjük az igazságot, és azt meg is cselekedjük. Vtedy sme nasledovníkmi Pána Ježiša, keď to počuté slovo v nás ožije a prejaví sa v skutkoch. Nagyon fontos, hogy a tudás önmagában minket nem fog Krisztusivá tenni, de ugyanúgy a cselekedetek sem fognak semmit se érni, hogyha azok nem egy igei alapon nyugszanak. Takže iba to počuté slovo nám nepomôže, ale taktiež ani to, keď budeme konať, ale naše skutky nebudú postavené na písme. Most elnézést kérek szinte, amit mondtam, de én hallottam már olyan hívőkről is, akik megbotránkoztak azon a tanításon, hogy nem elég, hogy nekik van kegyelmük, de hát az ige arra is felhívja őket, nekik a figyelmüket, hogy változniuk kellene. Veru som počul už aj o tom, že niektorí veriaci sa pohoršili na tom, že nestačí, teda že nepostačuje iba Božia milosť, ale že Božie slovo ich vyzýva aj k tomu, aby sa oni menili. Aby sa ich charakter menil. És ennek sajnos gyakran az az oka, hogy az ember sok nagyon szereti a saját kényelmét. A to je hlavne kvôli tomu, lebo ľudia sú pohodlní. Saját szerepükkel, kötelességükkel azzal úgy nem kell foglalkozni. A nechcú brať zodpovednosť a nechcú sa meniť. Tudjátok, valóban fontos az, hogy Krisztus szeret minket, de azt is tudni kell, hogy nekünk is kell szeretni Krisztust. Je to dôležité, že vedieť, že Pán Ježiš nás miluje, ale aj my musíme Pána Ježiša milovať. És ennek igazságban is tettekben kell megnyilvánulnia. A má sa to prejaviť v pravde a v skutkoch. A Jelenések könyvében van egy rész. V knihe Zjavení je jedna časť. Azon benne ez pontosan a Jelenések 3:17, ahol azt mondja az ige, hogy gazdag vagyok és gazdaggá lettem, és nincs szükségem már semmire. V 3. kapitole 17. verš hovorí, že stál som sa bohatým, už som bohatý a nič nepotrebujem. Elmondtad. És hát gyakran ez bizony arra vonatkozik, ez a mi életünkre vonatkozik. A veľakrát sa to vzťahuje na náš život. Hogy ez a belső gazdagság, že to vnútorné bohatstvo, ezt csak mi gondoljuk, hogy nekünk megvan. To si len my sami myslíme, že to máme. De Krisztus azt üzeni nekünk,
Ale Pán Ježiš nám odkazuje, hogy vegyük észre, hogy mi vagyunk a szánalmasok, a szegények és a vakok. Že aby sme si uvedomili, že my sme tí chudobní, my sme tí slepí a tí, ktorí potrebujú. Úgyhogy én nagyjából ezt szerettem volna nektek elmondani, mit jelent igazságban és lélekben követni az Urat. Takže toľko to som vám chcem porozprávať o tom, že čo znamená Pána Boha nasledovať v duchu a v pravde. És hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy hogy tapasztaljátok. A som veľmi zvedavý na to, že vy aké skúsenosti máte a aké názory. Úgyhogy én most továbbadom ezt a mikrofont. Takže odovzdávam mikrofon ďalej. És akinek van ehhez gondolata, nyugodtan ossza meg. A ten, kto má nejaké myšlienky, tak aby sa o to podelil. Pán Ježiš Kristus hovorí. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, že ja som tá pravda. Hogy én vagyok az igazság. Boha nikto nikdy nevidel. Isten soha senki nem látta. Ale jednorodený syn, ktorý je z lona otcovho, de az egyszülött fiú, aki az atya kebeléből származik, on nám všetko vysvetlil. Ő nekünk mindent elmagyarázott. Ľudia majú vytvorený určitý obraz Boha. Az embereknek van valamilyen Isten képük. Niektorí ľudia si predstavujú Pána Boha ako starčeka, sedí tam proste niekde na tom kresle, na tróne. Némely emberek úgy képzelik el Istent, mint egy ilyen idős bácsika, aki a trónusán ül a mennyben. A tam sa usmíva na celý svet. És úgy mosolyog mindenkire, az egész világra. A všetkým ľuďom dáva zapravdu, ó, ja vás ľúbim, vy proste všetci robíte dobre. És hogy minden embernek bólogat, és azt mondja, hogy igen, ti mindannyian jól cselekedtek, igazatok van. Môžete sa hrísť, žrať navzájom, vraždiť, ale nakoniec vás všetkých spasím, lebo ja som dobrotivý deduško. És igen, ti mindannyian marhatjátok egymást, és ölhetitek egymást. Én akkor is a végén mindannyiótoknak megkegyelmezek. A všetci budete tam v nebi, a ja neviem čo. És mindannyian majd ott lesztek a mennyországban. És a többi. Ja vám poviem, že to je tak sfalšovaný obraz Boha a v tomto obraze žije celý svet. De én elmondhatom nektek, hogy ez egy annyira eldeformált istenkép, egy annyira hamis istenkép, és ebben az istenképben él szinte az egész világ. My musíme mať ten obraz Boha, ktorý nám predstavil Pán Ježiš Krisztus. Nekünk olyan istenképünk kell, hogy legyen, amelyet nekünk az Úr Jézus mutatott be. A preto sme povinni čítať si Božie slovo, evanjelia. Ezért kötelességünk olvasni Isten igéjét, az evangéliumokat. A čo Pán Ježiš povedal. És azt, amit az Úr Jézus mondott. To je pravda. Az igaz. Môžem nám niekto lepšie predstaviť obraz Boha, ako jeho syn Ježiš Kristus? Ja sa vás pýtam. Most megkérdezem tőletek, van valaki, aki jobban be tudja nekünk mutatni Istent, mint az ő egyszülött fia? Môže nám niekto hodnovernejšie hovoriť o duchovných pravdách, ako ten, ktorý je odtiaľ poslaný? Tud nekünk valaki úgy mesélni a szellemi igazságokról, hogy az hihetőbb lehetne, mint ahogy azt az Úr Jézus tette? To je nemožné. Lehetetlen. Pretože Pán Ježiš hovorí. Mert az Úr Jézus azt mondja. Čo som počul u svojho otca. Amit hallottam az én atyámnál. Čo som videl u neho. Amit láttam nála. To som vám všetko odovzdal. Azt mindent nektek. Ale ľuďom sa nie všetko páči. De az embereknek nem minden tetszik. Napríklad. Például. Keď Pán Ježiš hovorí o pekle. Amikor az Úr Jézus a pokolról beszél. Myslíte, že ľudia to s veľkou vďačnosťou počúvajú? Gondoljátok, hogy az emberek ezt hálával a szívükben hallgatják? Dokonca sú kresťania, ktorí tvrdia, že peklo neexistuje.
Ráadásul vannak ako keby olyan... oni lepšie vedeli ako pán Ježiš. Ráadásul vannak olyan keresztények, akik azt vallják, hogy nincs is pokol, mert úgy gondolják, hogy ők ezt jobban tudják, mint az Úr Jézus. A čo hovorí písmo? És mit mond az ige? Nielenže peklo je. Nem csak, hogy a pokol létezik. Ale aj ohnivé jazero. De még a kénköves tó is. A viete, kdo bude v tom ohnivom jazere? És tudjátok, hogy ki lesz ebben tam bude kénköves tóban? Aj peklo. Az egész pokol lesz oda beleretve. A tam bude uvrhnutý aj falošný prorok. És a hamis proféta is. A viete, kdo je falošný prorok? És tudjátok, ki a hamis proféta? Ten, ktorý vytvára falošný obraz Boha. Az, aki hamis istenképet alakít ki. A ten bude v tom pekle. És az lesz ott a pokolban. Preto sa tak strašne boja ľudia pekla. Azért félnek annyira az emberek a pokoltól. Pretože majú tušenie, že nemajú obraz pravého Boha. Mert tudják, hogy nincs istenképük a valós, igaz Istenről. A potom oni majú účasť na tom ohnivom jazere. És hát akkor hozzájárulnak ehhez a kénköves tóhoz. No, a keď by mali uveriť to, že to ohnivé jazero je, no tak si myslia, no to potom je to, aj my tam budeme mať diel. Lebo no, nemáme pravý obraz Boha. És akkor úgy gondolkoznak, hogy no hát, hogyha ez a kénköves tó tényleg létezik, hát akkor ehhez mi is hozzájárulunk, mert nekünk nincs valós istenképünk. A prečo nemajú ľudia pravý obraz Boha? És miért nincs az embereknek valós istenképük? Ja vám to poviem veľmi jednoducho. Egyszerűen válaszolok Pretože nektek. Pretože ten obraz Boha im vytvorili iní. Azért, mert ezt az istenképet mások alakították ki számukra. Nie Ježiš Krisztus. Nem az Úr Jézus Krisztus. Nie skrze Ježiša Krista poznali Boha. Nem az Úr Jézus Krisztuson keresztül ismerték meg Istent. Ale spoznali to cez svojich učiteľov, cez svojich kazateľov, farárov, pápežov. Hanem az ő tanítóikon keresztül, papjaikon keresztül, prédikátoraikon keresztül, pápáikon keresztül. A nemajú pravé poznanie Boha. És nincs valós istenképük. Ako my môžeme získať to pravé poznanie Boha? Most hogy juthatunk hozzá ehhez a valós istenképhez? Musíme sa skontaktovať s tým, ktorý nám hodnoverne tento obraz môže vytvoriť. Tehát azokkal kell nekünk felvenni a kapcsolatot, nem, akik, azzal. Vagy azzal, aki, aki megbízhatóan és valóságosan be tudja mutatni nekünk Istent. Amen. A kto to je? És ki az? To je len jeden jediný. Az csak egyetlen egy. A to je Pán Ježiš Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus. Teda, ak my chceme mať pravé poznanie Boha, tehát ha mi valóban meg akarjuk ismerni Istent, my musíme hľadať obecenstvo s Ježišom Krisztom. Nekünk az Úr Jézus Krisztussal kell közösségben lenni, és ezt kell keresnünk. Najprv sa musím stretnúť s Pánom Ježišom. Először találkoznom kell az Úr Jézus Krisztussal. Potom splniť jeho podmienky. Aztán meg kell cselekednem, vagy teljesítenem kell az ő feltételeit. A mám sa spojiť s ním, s jeho duchom. És az ő szellemével kell összekapcsolódnom. Lebo kto sa spája s duchom Kristovým, je s ním jeden duch. Mert aki Krisztus lelkével összekapcsolódik, az egy ő vele. A jedine duch Kristov nám vie zjaviť pravého Boha. És egyedül Krisztusnak a szelleme tudja nekünk a valós Isten képet megjeleníteni. Nie len same písmo, nem csak maga az ige, ale duch Kristov, hanem Krisztus szelleme, ktorý nám oživuje to slovo, amely megeleveníti az igét. Lebo samotná litera písma, mert pusztán az írott ige tá môže zabiť našu vieru.
az megölheti a mi hitünket. Ale Duch Kristov je ten, ktorý oživuje. De Krisztus lelke az, amely megelevenít. Teda keď ja som spojený s Duchom Kristovým, tehát ha én össze vagyok kapcsolódva Krisztus lelkével, ten Duch Kristov mi zjavuje Otca. Krisztus lelke jeleníti meg nekem az Atyát. A oživuje mi slovo. És eleveníti meg az igét. Ja nemám karikatúru Otca, és nekem nincs egy karikatúrám az Atyáról, ale to je pravý obraz mojho Boha. Hanem egy valós kép az én Istenemről. A to nám predstavil Pán Ježiš Kristus. És ezt az Úr Jézus Krisztus mutatta be nekünk. Tohoto Kristom predstaveného Boha, Krisztus által bemutatott Istent, vlastne k tomuto sa my približujeme. Krisztus által bemutatott Istenhez közeledünk mi. A toto je zjavený v pravde. Lebo Krisztus je pravda. És ez az igazság, mert Krisztus az igazság. Teda, akého Boha máš ty? Milyen Istened van neked? Aký máš obraz Boží ty? Milyen Isten képed van neked? A teraz by som čakal tú odpoveď. És most várnám a válaszokat. Iní ti vytvorili ten obraz Boží, alebo Krisztus ti ho zjavil? Mások alakították ki a benned lévő Isten képet, vagy pedig az Úr Jézus Krisztus alakította máš ki. Máš osobný vzťah s Pánom Ježišom? Van személyes kapcsolatod az Úr Jézussal? Ako to funguje? Hogy működik ez? Nehéz kifejezni. Je to ťažké definovať. De nekem most az utóbbi időkben mély személy kapcsolat alakult ki. V poslednom čase sa vytvoril v mojom živote veľmi hlboký vzťah s Pánom Ježišom. És amelyben tapasztaltam, hogy élő, igaz és ható. A zažil som to, že on je živý a mocný. És gyógyító hatalma van. A má uzdravujúcu moc. A mi úrunknak. Náš Pán. Korábbi alkalommal volt egy bizonyságtételem. Pred niekoľkými mesiacmi alebo týždňami som mal svedectvo. Az röviden arról szólt, hogy amikor Duhonkáról eljöttünk, akkor nekem egészségi problémáim jöttek elő. To bolo o tom, že keď sme z Duhonky prišli domov, tak sa u mňa objavili zdravotné problémy. És kaptam azt a testvérektől is, meg a családomtól is, hogy ne pélj. A bratia mi hovorili, aj moja rodina, že neboj sa. Imádkozunk, és az Úr meggyógyít. Budeme sa modliť, a Pán ťa uzdraví. Akkor kaptam egy olyan segítséget, hogy azt a testi fájdalmat megszüntette. Tak som dostal takú pomoc, že tá fyzická bolesť úplne ustúpila. És mint egy sebész orvos beavatkozott. Beavatkozott. Vtedy, keď jeden chirurg. Jaj, tak. Takže takto ustúpilo, ako keby jeden chirurg ma bol operoval. És ez egy szombat éjszaka, vasárnapra bíráló éjszaka volt, amikor megsegített az Úr. A toto bolo zo soboty na nedelu v noci, keď ma Pán Boh takto és uzdravil. Hétfői napon kerestünk orvost, hogy aki megnézze, tehát egy normál orvost. A v pondelok sme pohľadali jedného lekára, aby sa na mňa pozrel. És az embernek vannak ugye testrészei, ami az igében is ott van, hogyha külön működnének, akkor lényegében széttesne az ember. A ako je aj v písme napísané, že keby časti ľudského tela neboli spojené, tak by nevedeli spolu fungovať. A mi úrunk úgy alkotott meg bennünket, hogy együtt mozogjon.
ha fájdalmaik is vannak, de együtt mozogjanak azok az alkatrészeink. A Pán nás tak stvoril, že aj keď máme bolesti, tak naše časti sú spojené a spolu vlastne sa hýbu. És akkor konkrétan mondanám, hogy mindenkinek talán úgy hiszem, hogy volt már aranyér gondja, aranyér jellegű problémája. Možno aj vy ste mali už problémy so zlatou žilou. Hát nekem ez volt, és ezután a hétvége után hétfőn délelőtt kerestünk orvost. Ja som mal tento problém a v pondelok po obede sme vyhľadali lekára. Az egyik az később időpontot adott volna. Jeden by mi bol dal neskorší termín. Akire én gondoltam konkrétan, az annak az asszisztense azt mondta, hogy holnap délelőtt 10 órakor megfelel. A druhý lekár dal termín na ďalší deň ráno, na 10. Szerintem ez se volt véletlen. Podľa mňa ani toto nebola náhoda. 10 órakor megjelentünk a vizsgálaton. O 10. som sa objavil na vyšetrení. Megkaptam a diagnózist. A potom určili diagnózu. Kérdeztem az orvost, hogy mi a megoldás, azt is megkaptam a választ. Pýtal som sa lekára, že aké je riešenie, tak mi odpovedal. És az imoláns beindult, mert kértük SMS-be a testvéreket a telefonon keresztül. A potom sme začali retezovou modlitbou, lebo sme poprosili bratov a sestry. És egy kisebb beavatkozásra került sor, de 20 percen belül. A potom nasledoval aj krátky zákrok. Az ima élő és ható. Semmi fájdalmat, semmit nem éreztem. Lebo modlitba je živá a účinná. Vôbec nič som necítil. Kontrollvizsgálat után az orvos azt mondta. A po kontrole mi lekár povedal. Amennyiben még egyszer előfordul, akkor egy komolyabb beavatkozást kell végezni. Že keď sa to zopakuje, tak musí nasledovať taký väčší zákrok. És testvérek, lényegében ez egy hónapon belül nekem rendeződött. A po mesiaci som sa úplne uzdravil. És rá egy hónapra. A mesiac. Egy hétfői napon. Mesiac na to, jeden pondelkový deň. Ugyanezek a problémái előjöttek. Tieto isté problémy sa objavili. A harmadik, negyedik napon a fájdalom már nagyon nagy volt. Tretí a štvrtý deň som už mal veľmi veľké bolesti. És lehet, hogy látszott is rajtam arckifejezésben is, hogy kissé pánikba estem. A možno to už aj bolo vidieť na mne, že už som chytal paniku. És feleségem mondta, hogy ne félj, az Úr megsegít. A manželka mi hovorila, že neboj sa, Pán ťa uzdraví. És az én orvosom elővette a szikét. A môj lekár už pripravoval svoje náradie. És a csütörtök éjszaka 2 óra 39 perckor. A vo štvrtok v noci o 2:30. Arra ébredtem. Som sa zabudil na to. Hogy mintha a Szent Szellem azt mondta volna, že ako keby mi Duch Svätý hovoril, hogy nincs semmi, že už tam nič nie je, nem fáj semmit, nič te nebolí, és lehet, hogy kiáltottam is, a možno som aj vykríkol, mert fölriadtunk, lebo sme sa zobudili, és tényleg nem volt semmi, a vážne tam nič nebolo, és ez a második eset egy héten belül eltűnt minden, tehát rendeződött. Orvoshoz se voltam. A úplne všetko zmizlo. Nebol som potom už ani u lekára. Az Úr élő és ható. Pán Boh je živý a mocný. És szerintem ehhez tartozik még a második bizonyságom. A s týmto súvisí aj moje druhé svedectvo. Az embernek vannak érzéken pontjai, úgy, ahogy mondtam előbb is. Človek má citlivé body, ako som už predtým spomínal. És a fogunk az tényleg az. A naše zuby sú tiež veľmi citlivé. Ezen időszak alatt nekem nem fájt a fogam, úgy különösebben az, hogy éreztem, hogy esetleg van valami kis gyulladásom. Takže necítil som, že by ma boleli zuby, ale sem tam, ako keby som mal taký menší zápal. És úgy képzeljétek el, hogy egy
3-4 héttel történt, hogy szájöblögetőt használtam. A pred tými týždňami asi sa stalo, že som používal ústnu vodu. És ahogy a mosdóba kiöblítettem. A ako som si vypláchol ústa. Zörrent és kipottyant egy fogam is. Tak vypadol jeden zub. És semmi fájdalom nem volt. A pritom nemal som vôbec žiadne bolesti. Ez időszak alatt. Počas tejto doby. Másnap reggel egyeztettem a fogorvos asszisztenssel. Druhý deň som si vypýtal termín od zubára. Hogy hát mégis nézze meg, hogy hát nincs-e valami fertőzés veszély vagy ilyesmi. Aby sa predsa len pozrel na to, či tam nemám nejaký zápal, alebo či nehrozí niečo. És amikor az orvos megvizsgálta, azt mondta, hogy ne raboljam az idejét, mert itt egy begyógyult, nincs semmi, nem látszik semmi. A keď ma lekár vyšetril, tak mi povedal, že aby som nekradol jeho čas, lebo tam nič nie je, že všetko je v poriadku. És az Úr élő és ható. Pán Boh je živý a mocný. És nagyon köszönöm neki. A veľmi mu za to ďakujem. Szégyellem magam különben. A inak sa veľmi hambím. Mert több héten keresztül nem volt bátorságom arra, hogy ezt elmondjam. Kvôli tomu, lebo viac týždňov som už nemal odvahu na to, aby som tieto svedectvá porozprával. Köszönöm, hogy meghallgattad. Ďakujem veľmi, že ste si ma vypočuli. Köszöntök én is mindenkit. Každého pozdravujem aj ja. És szeretnék egy igeverset felolvasni. A Zsoltárok 18:7-est. A chcela by som prečítať jedno slovo zo Žalmov. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe. És mennyi? Zsoltárok 18:7-es vers. Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina a úpenlivo som volal o pomoc na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu a moje volanie prišlo pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší. Körülbelül 3 hete vasárnap, mikor mentünk haza innét. Pred 3 týždňami, keď sme išli domov odtiaľto, kaptam egy kedvezőtlen témájú telefont. Dostala som jeden telefonát, ktorý bol dosť nepríjemný. És elkezdtünk imádkozni azért a dologért. Začali sme sa modliť za jednu vec. És az Úr csodálatosan meghallgatott. A Pán Boh si nás úžasne vypočul. Az Úr tudja, hogy mikor, mire van szükségünk. Pán Boh vie, že kedy čo potrebujeme. És egy csodálatos ima meghallgató. A on úžasne si vypočuje naše modlitby. Szerető, gondoskodó Úrunk van. On je milujúci a starostlivý Boh. És jó rábízni magunkat. A je dobré, keď sa mu vieme odovzdať. Mindenféle élethelyzetben. A spoliehať na neho v každej situácii v našom živote. Nagyon szépen köszönöm. Ďakujem pekne. Veľmi som vďačný Pánu Ježišovi za tieto svedectvá. Nagyon hálás vagyok az Úr Jézusnak ezekért a bizonyságokért. A viete, ako zniela otázka? Tudjátok, hogyan hangzott a kérdés? Aki obraz Boha máme vytvorený? Hogy milyen istenkép van bennünk? A Pavel apoštol hovorí, Pál apoštol azt mondja, že ako ste prijali Ježiša Krista, tak v ňom chodte. Hogy ahogyan befogadtátok az Úr Jézust, úgy járjatok ő benne. To znamená, zažívajte ho. Az azt jelenti, hogy éljétek meg őt. Ak človek má vytvorený obraz Boha len z toho, čo hovoria iní, hogyha emberben csak egy olyan istenkép él, ahogyan másoktól hallja az információkat, ten obraz je nedostatočný. Azaz istenkép az nem elégséges. Ten správny obraz Boha a jó istenkép je nám predstavený skrze Ježiša Krista. Az Úr Jézus Krisztuson keresztül van bemutatva. A zažívaní jeho na každý deň. És hogy minden nap
éljük őt meg. Mi musíme mať skúsenosť s Bohom. Nekünk tapasztalatunknak kell, hogy legyen az Úrral. Jednoducho povedané, zážitok Boha potrebuje každý jeden z nás. Mindannyiunknak szüksége van tapasztalatokra Istennel. Musíme ho zažívať v tých našich životných situáciách. A mi élethelyzetünkben meg kell élnünk az Urat. A skrze vieru sa Boha dotýkame v tých našich problémoch. És hit által vannak a mi problémáink is oldva. Dotýkame sa Boha vierou. Akkor megérintjük Istent hittel. A Boh odpovedá v našich problémoch. És Isten válaszol a mi problémáinkra. Toto som prežíval aj ja od mojho detstva. Ezt éltem át a gyermekkoromtól fogva. Mal som 15 rokov, keď som povolal Pána Ježiša do svojho srdca. 15 éves voltam, amikor az Úr Jézust behívtam az én szívembe. A od toho času som ho zažíval. És onnét kezdve megéltem őt. Ja som počul veľa kázaní o ňom. Nagyon-nagyon sok prédikációt hallottam róla. Ale to všetko mi bolo málo. De az mind kevés volt. Počul som aj kázanie Billy Grahama. Billy Grahamtől is hallottam Počul prédikációt. Kázania zvláštnych božích mužov a služobníkov. Vagy más különleges Isten szolgáinak a prédikációit Ale is. Ale to bolo všetko málo. De nekem ez mind kevés volt. Ja som potreboval zažiť Boha. Nekem muszáj volt, hogy személyes átéléseim legyenek Aj Istennel. Potrebuješ zažiť Boha. Neked is személyes átélésekre van szükséged Nestačí Istennel. Taký obraz vytvorený, čo ti o Bohu iní hovorili. Nem elégséges, csak az az Isten kép, amelyet mások formáltak ki benned. Ale ty potrebuješ mať vytvorený zo svojich na základe písma aj zo svojich skúseností. Neked az ige alapján, de az ige alapján a saját tapasztalataidon keresztül kell megélned Istent. A tak mať vytvorený ten obraz. És úgy kell, hogy ez a kép éljen te benned. Ak vy si dávate otázku, že ako človek môže duchovne vyrásť Božieho muža, Božieho služobníka? Ha ti felteszitek magatoknak azt a kérdést, hogy hogyan nőhet valaki Isten szolgájává, tak to môže tak sa stať, že budeš zažívať Boha vo všetkých veciach svojho života. Úgy, hogy minden egyes dologban átéled az Úrral a kapcsolatot. Ešte máme chvíľu času, poviem vám jedno svoje osobné svedectvo. Elmondok nektek egy személyes bizonyságot. Bol som kazateľom v jednom zbore. Egy gyülekezetben voltam prédikátor. A práve som končil svoju službu. És pont végeztem az én szolgálatomat, pont befejeztem a szolgálatot. Už bol určený termín, kedy mám opustiť ten zbor a nastúpiť v inom zbore ako kazateľ. És már pont az az idő volt, hogy befejezzem ott a szolgálatot, és egy másik gyülekezetbe elkezdjem a szolgálatot. Valójában már egy új helyre költöztem. Na, viete, čo to znamená sťahovať klavír? És tudjátok, milyen az egy zongorát átvinni, átköltöztetni? Ja som sa cítil chlap a silný, a tak som aj za troch možno dvíjal. Jó, erősnek éreztem magam, és akkor lehet, hogy három ember helyett is megemeltem a dolgokat. És hát a derekamba pedig a, megszakadt valami. Prepáčte, chodil som tak, ako keby som proste mal niečo v gatiach. És akkor úgy jártam, mint hogyha úgy jöttem, mentem, mint hogyha becsináltam volna. A do toho prišli mladí z toho zboru, és akkor, mögöttem mentek a fiatalok a gyülekezetből. A hovoria, brat Alexander, ty už odchádzaš z nášho zboru a ešte si nám nikdy nerozprával,
o osobe Ducha Svetého. És mondták nekem, hogy Sándor testvér, hát te már költözöl el, és még soha nem prédikáltál nekünk a Szent Szellemről. A mi bizme chceli, keby si mohol prísť teraz na tú našu hodinku a rozprávať nám o Duchu Svetom. És mi nagyon szeretnénk, hogyha eljönnél a mi ifi alkalmunkra, és mesélné nekünk a Szent Szellemről. A ja som takomto skrčenom, chorom, biednom stave mal prísť a rozprávať im tam o mocnom, silnom Bohu. És hát nekem ebben a szánalmas állapotomban kellett volna mennem oda, és a Szent Szellemről prédikálni. A tak som prosil pána, Pane Ježišu. És így könyörögtem az Úrhoz, mondtam, Úr Jézus. Ty predstav týmto mladým ľuďom Ducha Svetého. Te mutasd be ezeknek a fiataloknak a Szent Szellemet. Duchu Svetý, ty sa predstav. Ty máš moc, nie aby som ja rozprával o tebe, ty sa im predstav osobne týmto mladým ľuďom. És így kértem, hogy Uram, vagy Szent Szellem, hogy ne én meséljek rólad, hanem te mutasd be magadat ezeknek az embereknek. Na takomto skrčenom stave som prišiel do krúžku asi 10-12 mladých ľudí. És akkor ilyen görnyedt állapotban bementem ide a fiatalokhoz, ilyen 10-12-en lehettek. Začal som, otvoril som písmo. Kinyitottam az igét. Prečítal som texty o Duchu Svetom. Elolvastam az igéket a Szent Szellemről. A začal som hovoriť. És elkezdtem mondani. Nepamätám si, čo som už hovoril. Már nem emlékszek mit. Ale naraz počujem, že niekto v tom spoločenstve začal plakať. Ale tak plakal, ako nad mŕtvým. És egyszer csak hallom, hogy valaki ott a gyülekezetben, hogy elkezdett ebben a közösségben, hogy egyszer csak elkezdett sírni, de olyan erősen zokogott, minthogyha meghalt volna valaki. Jednoducho musel som prerušiť to svoje rozprávanie o Duchu Svetom. És akkor meg kellett szakítanom az én beszédemet a Szent Szellemről. A hovorím, prosím ťa, čo sa ti deje? Prečo tak plačeš? És mondom neki, kérdezem tőle, hogy ne haragudj, hát mi történt veled? Miért sírsz ennyire? A ona, tá osoba hovorí, tak na mňa doľahli moji hriechy, že ja proste cítim, že idem do zahynutia. És azt válaszolta, hogy annyira elnehezettek rajtam az én bűneim, hogy úgy érzem, hogy a kárhozatba haladok. No tak ja som musel prerušiť tú moju tému a začal som sa tam pred všetkými zaoberať. Hovorím, a chceš vyznať tieto svoje hriechy? És akkor én elkezdtem foglalkozni ezzel a személlyel, és mondtam neki, hogy meg akarod vallani a te bűneidet? A táto osoba bez servítky na ústa všetko o sebe tam povedala pred všetkým. És aký mindenki. A som mal sám pocit, proste taký pocit úzkosti. És akkor ez az ember, nem köndörfalazott, hanem mindent kiteregedett, mindent megvallott, és út mindenki előtt. Még én magam is úgy éreztem magam, hogy zavarban voltam. A hovorím, ľutuješ zo srdca tieto svoje hriechy. És mondtam neki, őszintén megbántad ezeket a bűnöket? A ona hovorí, ľutujem. És mondta, igen, tak megbántam. Tak ja ti mene Pána Ježiša zvestujem, že Pán Ježiš ti všetko toto odpustil. És akkor én mondtam neki, hogy hirdetem neked, hogy az Úr Jézus minden bűnödet megbocsátott. Raduj sa, lebo máš odpustené svoje viny. Örvendez, mert megvan bocsátva neked. A táto osoba začala plesať a začala chváliť Boha. És ez az ember elkezdett örvendezni és dicsérni az Urat. Ale už medzi tým plakali ďalší dvaja. De aztán közben már elkezdett sírni másik kettő. Hovorím, a čo sa tu deje? És mondtam, hát mi történik itt? Prečo plačete? Mondom, miért sírtok? Doľahli na nás naše hriechy. Azt mondják, a bűneink ránk nehezettek.
A začali vyznávať tam svoje hriechy. És elkezdték megvallani mindenki előtt, elkezdték megvallani a bűneiket. És úgy sírtak, minthogyha meghalt volna valaki. A tak som im zvestoval, že Pán Ježiš zomrel za tieto ich hriechy. És akkor hirdettem nekik, hogy az Úr Jézus meghalt ezekért a bűnökért. A potom som im zvestoval odpustenie a uvoľnenie spod týchto hriechov. És aztán hirdettem nekik a megbocsátást és a felszabadítást ezek alól a bűnök alól. A potom už všetci ostatní plakali. Aztán már a összes többi ember is sírt. A modlil som sa za všetkých, ktorí tam boli. És mindenkiért, akik ott voltak. Imádkoztam. 3 órán keresztül történt ez a všetci, küzdelem. Všetci, boli prítomní, všetci prijali Pána Ježiša a boli naplnení Duchom Svetým. Mindannyian, akik ott voltak, befogadták az Úr Jézust. A ja som takto zhrbený, proste slúžil týmto ľuďom. Bál som sa vystreť. És én ilyen görnyedtem, szolgáltam feléjük, még féltem kiegyenesedni is. A potom začal som ďakovať Pánovi, že nám predstavil Ducha Svätého. Aztán megköszöntem az Úrnak, hogy bemutatta a Szent Szellemet. Že nemusel som ja o ňom rozprávať. Hogy nem kellett nekem ő róla beszélni. Ale on sa predstavil týmto mladým ľuďom. Hanem ő bemutatkozott ezeknek a fiataloknak. A ďakoval som Bohu modlitbe. És köszöntem az Úrnak imában, hogy ő bemutatta saját magát. A povedal som amen. És azt mondtam, hogy amen. A potom s veľkým strachom a obavami som začal sa vyrovnávať. Aztán, čo to urobí so mnou. Aztán nagy félelmek közepette elkezdtem kiegyenesedni, hogy mit fog ez hozni. Podarilo sa. Sikerült. Naklonil som sa dozadu. Hátrahajoltam, dopredu, előrehajoltam, nabok, jobbra, druhýho, balra, vyskočil som, felugrottam, a začal som oslavovať Boha. És elkezdtem dicsőíteni az Urat. A hovorím, ďakujem Duchu Svätý, že aj mne si sa predstavil. És mutattam, köszönöm Szent Szellem, hogy nekem is bemutatkoztál. Vidíte, zážitok Boha. Látjátok, hogy Isten élmény. Mi potrebujeme zažiť Boha. Amire szükségünk van, nekünk mi meg kell élnünk őt. Veľa vecí si prečítať z písma. Mi elméleti szempontból sok mindent elolvashatunk az igéből. Ale mi potrebujeme osobne zažiť Boha. De nekünk személyesen kell átélnünk lebo to je a dolgokat. Najlepší obraz, mert az a legjobb kép, že ako sme ho my zažili. Ahogyan mi éljük őt meg. Pozrite sa, Gedeon. Figyeljétek meg, hogy Gedeon on pripomína tým anielom, ktorí ho prišli navštíviť. Emlékezteti azokat az angyalokat, akik őt mentek meglátogatni. Hovorím, že kde sú tie skutky, o ktorých nám hovorili naši otcovia? Kde oni zažívali Boha? Hogy hol vannak azok a cselekedetek, amelyeket a mi őseink éltek meg Istennel? A pritom nevedel, že aj on je veľmi blízko toho zážitku Boha. És nem tudta, hogy ő is nagyon közel van ehhez az Isten élményhez. Ale čo bolo treba k tomu, aby Gedeon sa dostal do toho istého poznania Boha, ako jeho predkovia? De mi kellett ahhoz, hogy Gedeon is ugyanarra az Isten ismeretre jusson, mint az ő ősei? Za prvé, aby sa pokoril. Először is, hogy megalázkodjon. Aby uveril Božiemu slovu. Hogy elhiggye Istennek igéjét. A aby vstúpil do Božího, aby začal žiť to, čo nám brat tu povedal, aby sme začali žiť to slovo. És hogy elkezdje átélni, megélni Istennek igéjét, ahogyan testvérünk is mondta. A potom sme videli, aké veľké veci zažil tento Gedeon. Ako és aztán, on poznal Boha. És aztán láthatjuk, hogy milyen nagy dolgokat élt át Gedeon, hogy ő hogyan ismerte meg Istent. Každom z nás je veľká túžba poznať Boha. Mindannyiunkban ott él a vágy, a nagy vágy, hogy megismerjük Istent. Mnohí by ste chceli poznať tak Pána Boha, ako ho poznal brat Alexander. Sokan közületek lehet úgy akarnátok ismerni Istent, ahogyan a Sándor testvér. Alebo niektorí iných božích mužov. Vagy ahogyan más Istennek szolgálja. A neviete, že práve tak veľmi blízo to všetko stojí vás.
És nem tudjátok, hogy pont ugyanolyan közel áll hozzátok is minden. Abyste uverili. Hogy elhiggyétek. Posluchli. Megcselekedjétek. Pokorili sa. Megalázkodjatok. A obrátili slovo Božie v skutok a pravdu. És hogy Istennek igét cselekedetekre és igazságra váltsátok. To pravé poznanie Boha. A valós Isten ismeret. To nám dáva sám Boh. Valós ismeret, Isten ismeretet maga Isten adja. A mi musíme tak rozprávať o Bohu, ako ktorý sme ho skúsili. És nekünk úgy kell Istenről beszélni, mint azok, akik őt megtapasztalták. Nie ako ten jeden Dezsó. Nem úgy, mint ahogyan egy Dezső. Nem úgy, mint ahogyan egy Dezső. Rozprával, že aké sú dobré makové halušky. Aki azt mondta, hogy milyen jó a... Aké sú fantastické. A mákos galuška. Olyan takže, fantasztikus. Takže ostatným tam až sliny tiekli, že tak rozprával o tých mákových haluškách. Úgy mesélt ezekről a mákos galuskákról, hogy már többieknek a nyáluk csurgott. A predsa sa tam niekto opýtal toho, že ty, a ty si jedol už vôbec tie mákové halušky? És aztán megkérdezte tőle valaki, hogy és te ettél egyáltalán mákos galuskát? No ja nie, ale môj švagor jedol. És azt mondta, hogy no hát én nem, de az én sógorom igen. Teda niektorí rozprávajú o Bohu, ale ho nezažili. Tehát valakik beszélnek Istenről. Rozprávajú o makových haluškách, ale proste nemajú šajnu, aký je to zažiť. Ugyan beszélnek Istenről, de nem, nincsenek személyes átéléseik. A preto mi potrebujeme mať ten pravý obraz Boha. Ezért szükségünk van nekünk a valós Isten képre. Zjavený v Ježišovi Kristovi. Megelevenítve Úr Jézus Krisztusban. A naplnený skrze poslušnosť Jeho slova. És beteljesítve azáltal, hogy engedelmesek vagyunk az ő igéjéhez. Budeme sa modliť. Imádkozni fogunk. Drahý nebeský Otče. Drága mennyei atyánk, ďakujeme ti za tento večer. Köszönjük neked a mai estét. Ďakujeme ti za tvojho služobníka. Köszönjük neked a te szolgádat. Ktorý nás viedol k tomu, aby sme sa hlboko zamysleli nad tvojim slovom. Aki oda vezetett minket, hogy milyen gondolkodjunk el a te igédem. Požehnaj ho, Pane. Áld meg őt, Uram. A požehnaj aj nás všetky. És áld meg minket is. Aby sme nehovorili len o tebe, hogy ne csak rólad beszéljünk, ale aby si ty hovoril z nás, hanem hogy te beszélj belőlünk. A to je už zažitý Boh. És ez már a megélt Isten. Takto ťa chceme poznať. Így akarunk ismerni. Takto ťa chceme zvestovať. Így akarunk hirdetni. A takto ťa chceme predstaviť tomuto svetu. És így akarunk téged bemutatni ennek a világnak. Ó, jöjj, Szent Szellem! A predstav nám Ježiša Krista. És mutasd be nekünk az Úr Jézus Krisztust. Predstav nám ho. Mutasd be nekünk. A našom každodennom živote. A mindennapi életünkben. Aby sme žili na jeho česť. Hogy az ő dicsőségére éljünk. A na jeho slávu. És az ő tisztességére. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Köszönöm nagyon a figyelmeteket. A teraz vyprosíme požehnanie. Môžete sa postaviť. És most áldást fogunk kérni. Z celého srdca ti ďakujeme, drahý nebeský Otče. Teli szívből köszönjük neked, mennyei atyánk. Za tento dnešný večer. Ezt a mai estét. Ďakujeme za tvoj dotyk. Köszönjük a te érintésedet. Za tvoje svetlo. A te világosságodat. A za to, že tvoj Duch Svätý pramení. És azt, hogy a te Szent Szellemed kiáradt. Sláva ti za to. Dicsőség neked. Do tvojich svätých rúk sa kladieme aj teraz na ceste domov. A te szent kezedbe helyezzük magunkat az úton hazafelé is. Prosíme o tvoju ochranu a požehnanie. Kérjük a te védelmedet és a te áldásodat. Amen. Amen. Buďte požehnaní. Legyetek áldottak. Köszönöm.